Jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit és a résztvevőket a DVTK Ongropak 2023-2024-es szezon előtti hivatalos sajtótájékoztatóján. Külön szeretném köszönteni dr. Szabó Évát, a DVTK Ongropak szakmai igazgatóját, Németh Szabolcsot, a DVTK Ongropak vezetőedzőjét és Egri Klaudiát, a DVTK Ongropak csapatának csapatkapitányát. Első kérdésként dr. Szabó Évához fordulnék, és visszatekintenék még a előttünk lévő szezonértékelés előtt a múlt szezonra, hogy az extraligából való kiesés után koncepciót váltott a DVTK, és a helyi kötődésű fiatalokra építkezve egy teljesen új csapat vágott neki az előző bajnokságnak. Mennyire volt kimondott célja annak a csapatnak az extraligából való azonnali visszakerülés? Jó reggelt kívánok, köszöntök én is mindenkit. A 2022-23-as szezonban a DVTK röplabda csapata a NB1-es osztályban indult. Ebben az évben, és hát a tavalyi évben nagyon sok fiatalt integráltunk be a felnőtt csapatunkba az utánpótlás korosztályokból. Kifejezetten az volt a célunk, hogy ezek a fiatalok minél hamarabb megérezzék az ízét annak, hogy milyen egy magasabb osztályba játszani, és egyértelműen az volt a cél, hogy a bajnokságot megnyerjük, hiszen versenyszellem van minden egyes játékosban, minden egyes vezetőben, és a lehető legjobbat szeretnénk minden alkalommal kihozni a csapatainkból. Egy nagyon erős és karizmatikus egyéniség csatlakozott hozzánk a tavalyi évben a vezetőedző személyében, Németh Szabolcs, akinek szintén minden pillanatban és minden egyes edzésen az a célja, hogy mindenkiből a lehető legjobbat hozza ki, és ezért fogalmazódott meg bennünk az a cél a tavalyi évben, hogy az NB1 után újra az extraligába induljunk, hiszen egy DVTK egyesületnek, aki regionálisan meghatározó ebbe a régióba. Én úgy gondolom, hogy minden egyes szakosztályában az lehet a cél, hogy a lehető legmagasabb osztályban képviseltesse magát az országos bajnokságban. Mennyiben nagyobb kihívás egy extraligás csapatot építeni, mint egy NB1-es gárdát sportigazgatóként? Sokkal nehezebb feladat egy extraligás csapatot építeni, mert hatalmas szakadék van az NB1-es csapatok és az extraligás csapatok között, tehát minőségi változást kellett eszközölnünk a saját csapatunkon belül is, ezért újra 4 külföldi játékos szerződött hozzánk az év elején, hogy az extraligás csapatok között maximálisan meg tudjuk állni a helyünket. Természetesen az utánpótláskorú játékosok is lehetőséget kapnak továbbra is az extraligás csapat keretéhez való tartozás során. Itt már azért sokkal nagyobb elvárások fogalmazódnak meg minden játékossal szemben. Sokkal nehezebb összerakni egy olyan csapatot, aki az ország legjobb 8 csapata között szerepel, és ezt nagyon büszkén mondhatom, hogy ismét ott vagyunk, és nagyon nagy erőkkel és nagyon nagy elhatározással küzdünk azért, hogy ez így is maradjon az év végén. Említetted, hogy mennyire nehéz ez az extraliga, mennyire lehet cél és mennyire kimondott cél továbbra is azért a helyi kötődésű fiatalokra a saját utánpótlásra támaszkodni? Ebben az évben azért az anyagi nehézségek minden szakosztálynál megjelennek, nem csak ebben az évben, ugye minden év elején nagyon fontos az, hogy a költségvetést úgy rakjuk össze, hogy végig tudjuk vinni az évet. Ebben az évben az Ongropak névadó szponzorunként jelenik meg, és ez nagyon nagy lehetőség számunkra, hiszen egy biztosabb anyagi háttérrel gazdálkodva egy komolyabb játékos gárdát tudunk kialakítani. Itt a cél mindenképpen az, hogy a középmezőnyben próbáljunk meg végezni, és hogy a következő évben is mindenképpen az extraliga csapatai között szerepeljen a DVTK. Jelenleg 8 csapatos az extraliga. Én úgy gondolom, hogy szerencsésebb lenne, hogyha egy kicsit több csapatlétszám lenne itt a mezőnyben, tehát egy 10 fős létszámmal könnyebb lenne egy bajnokságot lebonyolítani. Egyelőre a Röplabda Szövetség ebben az évben maradt a 8 csapatos bajnokság mellett, de reméljük, hogy a következő évben ezt egy kicsit kibővítik, és nem lesz olyan kiélezett helyzet a végső harc során, amikor a 7.-8. játszik majd egymás ellen. Dr. Szabó Évának köszönöm szépen. Németh Szabolcs a csapatvezető edzőjéhez fordulnék. Szabolcs, egy nagyon hosszú 11 hetes felkészülés zártok le a hétvégén kezdődő bajnoki rajttal. Úgy sikerült ez a 11 hét, ahogy elterveztétek?
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Igen, így a végén azt kell, hogy mondjam, hogy jól sikerült. 11 hét azért megmutatott nekünk jót is, rosszat is. Voltak kisebb sérülések, és tényleg voltak azok a pontok, és hál' Istennek ezt mostanról beszélhetek, amikor a játékosok azon abban az állapotban vannak, amiben egy bajnoki rajt előtt lenni kell. Mikor megálmodjuk ezt a 11 hetet, a nyár, az off-szezon kellős közepén, akkor mindig csak bízunk, hogy minden játékosok, akik alkotják majd a csapatot, azok beleíjenek ebbe a rendszerbe, ebbe a képzési formában, és ugye mindig egy nagy kérdőjel előttünk, hogy ez hogyan is fog időzülni, tehát hogy az időzítés az mennyire fog kijönni. Én úgy azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kondicionálos része, ami nagyon-nagyon fontos egy extraligás bajnokságot megelőzően, illetve közben a lehető legfontosabb. A szakmai része, ami a röplabdát illeti, az nagyon szépen harmóniába fejlődött együtt, és ezáltal a játékosok tudatosan, kicsit manipulálva a teljesítményüket, úgy fejlődtek és úgy jöttek formába, ahogy mi szerettük volna. Ami eddig kérdőjel volt a fejünkben, ugye az alapozást megelőzően közben, hogy jól fog-e sikerülni, arra ma már azt tudom mondani, hogy a lehető legjobb tudásunk szerint és a játékosok legjobb tudása szerint sikerült elérnünk a célunkat. Ma már nyugodtabban hajtjuk álomra a fejünket esténként ebből a szempontból. Most az a legnagyobb feladatunk, hogy azt a formát, azt az állapotot, amiben most vagyunk, azt vasárnap a pályára tudjuk vinni. Ez mindig egy nagy kérdőjel, ugye, mert itt megjelennek majd az érzelmek. Két évvel ezelőtt szerepelt a DVTK női röplabda csapata utoljára az Extraligában, ráadásul ezt az idényt a feljutásunkat követően rögtön hazai pályán kezdjük meg, egy azért viszonylag stabil neves ellenféllel szemben. Én úgy gondolom, hogy fektetünk annyi energiát most az utóbbi napokban a mentális részére is a dolgoknak, hogy a játékosok nyugodt szívvel lépjenek majd pályára, és igazából nem is a nyugodt szívvel a legmegfelelőbb szó, hanem készen állva tudják majd abszolválni ezt a mérkőzést, hogy elhiggyék magukról, hogy az, ami két évvel ezelőtt történt, hiszen van abból a csapatból is 4-5-3-4 játékos, aki ugye alapjátékosa volt annak a sajnálatos módon kieső csapatnak is, hogy ezeket az érzelmeket, hogyha egy kicsit félre tudjuk tenni a mérkőzés idejére, és át tudjuk magunkat adni annak az örömnek, hogy a 11 hetes felkészülés, ami viszonylag kemény volt, az váltsa fel az öröm, és az jöjjön ki, amiért dolgoztunk, plusz kihasználva a szurkolóink támogatását. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép este elé nézhetünk. 8 edzőmérkőzést játszott a csapat a felkészülési időszakban, 3 győzelem, 3 vereség, és röplabdában meglepő módon 2 döntetlen is színesíti ezt. Kialakult a DVTK játék így a bajnoki rajtra? Azt kapod vissza már a csapattól, azt kaptad már vissza a csapattól az utolsó edzőmérkőzésen, amit elvársz? Igen, ugye voltak győzelmek, vereségek, és így bármennyire is furcsa, 2 döntetlen így a végére. Manipuláltuk, ahogy már az előbb is mondtam, manipuláltuk a játékosokat, ami a fáradásukat, illetve a terhelésüket illeti. Ezért voltak azok az edzőmérkőzések, amikor az eredmény, többször is említettem, hogy akkor másodlagos volt, hiszen ott akkor más szerettünk volna megnézni. Mi szakmai stáb tudtuk, hogy akkor a játékosok nincsenek olyan állapotban, hogy az abszolút versenyállapot legyen. Nekünk ott teljesen más volt a hangsúly. Nekünk terhelni kellett a játékosokat abban az időszakban fizikálisan, bevállalva azt, hogy ezeken az edzőmérkőzéseken fásultan és kicsit nehezebben fognak mozogni, viszont nekünk itt kellett tiszta képet kapni arról, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz abban a kérdésben, hogyha nem feltétlenül úgy működik a gépezet, ahogy ők szeretnék. Tehát itt a morális dolgokra voltunk kíváncsiak, hiszen a 11 hetes felkészülés nem csak fizikális, szakmai, csak mentális, hanem morális építkezés is, hogy itt kell csapatot úgy kialakítani, hogy majd, hogyha vasárnap most elkezdődik a bajnokság, akkor majd, hogy nem egy bonthatatlan egységről tudjunk beszélni. Ez mindig minden vezetőedzőnek az álma, ez egy kicsit közhely. Mai sportban mindenki azt mondja, főleg csapatsportoknál, hogy együtt, csak együtt. Nekünk hál' Istennek itt a DVTK házán belül ez is a mottónk. Ez könnyű kijelenteni, erről könnyű álmodozni, viszont annál nehezebb kivitelezni, hiszen a csapatot alkotja jelen pillanatban 12 játékos, 12 különböző karakter. Ezeket a karaktereket kell úgy összerakni, hogy az irány az egy legyen. Bár jelentős volt a játékos mozgás a játékos kereten belül a holt szezonban,
mégis biztos, hogy az Extraligának az egyik legfiatalabb keretével vág neki a DVTK Ungropak. Mi az előnye és mi a hátránya egy ilyen úgymond csikó csapat edzésének? Én mindig a jóra próbálok meg fókuszálni, és a jó ebben az egész dologban, hogy ezek a játékosok még tanulni szeretnének. Ezek a játékosok abszolút nem kiforrott játékosok. Éhesek a sikerre. Hogyha egy picit azt kell megfogalmaznom, hogy mi lehet ennek a hátránya, az még a tapasztalatlanság. Tehát a pályán töltött játékpercek, az ilyen színvonalon töltött játékpercek, azok még kevesebb bennük. Tehát ezért fordulhat elő az, hogy képesek vagyunk brillírozni a pályán, fantasztikus röplabdát játszani, és akár hogyha eljön az a holdpont, akkor ma még ezt úgy tudjuk abszolválni a pályán, hogy becsúszik 4-5 pont akár egy-egy állásban is, és akkor fejdvesztve nézünk egymásra, hogy mi történik. Ezt kell nekik megtanulni, hogy én azért vagyok a pálya szélén, hogy akkor nyugalmat és azt a fajta tudást, megoldást beadjam nekik a pályára, amire akkor ott szükség van. Erre nincsen más szükség, csak hogy nyitottak legyenek egy meccsen, hogy azt a stresszt, vagy azt a mentális állapotot, amiben ők belekerülnek, azt tetszik ott félretenni. És akkor ki a tapasztaltabbra, vagy a játékostársak felé nyitásra, ez még lesz az, amikor majd összecsiszolódnak. De én úgy gondolom, és amivel kezdtem, hogy nekünk csak a jóra kell foglalkozni, fiatal játékosok, éhes potenciális játékosok, akik tényleg sikerre vágynak. Napi szinten el van nekik mondva, hogy ezt a sikert csak egy dologgal lehet elérni, a kőkemény fókuszált munkával. Napi szinten kapom vissza tőlük, ők ezt nagyon szeretnék. Tehát az nem kérdés bennem, hogy vasárnap egy olyan csapat fog pályára lépni, aki nagyon szeretné bizonyítani, hogy az a tavalyi NB1-es bajnoki cím az nem csak egy véletlen volt, hanem ugyanúgy a játékosok, mint ahogy a klub fejlődni szeretnénk, és ennek a következő lépcsőfoka pedig az, hogy az Extraligában megálljuk a helyünket. Én nem szeretnék ezügyben túlságosan ilyen eredménylatolgatásokba menni, mi minden nap azért fogunk a pályára lépni, akár legyen az edzés, vagy akár mérkőzés, hogy minél több mérkőzést nyerjünk meg, és a DVTK női röplabda csapata minél sikeresebb legyen. Ha már említetted a hétvégi összecsapást, tekintjünk is egy kicsit előre. A Szent Benedek Röplabda Akadémia gárdája érkezik a DVTK arénába, akik a tavalyi szezont a harmadik helyen zárták. Mennyire lesz értékmérő ez az összecsapás, és egyáltalán mit vársz attól a mérkőzéstől? Igen, egy hasonló kaliberű klub fog érkezni, mondom ezt úgy, hogyha visszamegyünk 3 évet, mint ahol most mi tartunk, ők is egy 3-4 éve kezdtek el úgy építkezni, ahogy mi. Önálluk már egy viszonylott kiforrott rendszer van, ami a csapat építkezését jelenti. Ma már tényleg olyan szinten vannak, hogy stabil 4 közötti csapatról beszélünk, mind a kupában, mind a bajnokságban. Én úgy gondolom, hogy ez már értékmérő lesz, hiszen a bajnoki pontokról beszélünk, és minden egyes bajnoki pontnak rendkívül nagy jelentősége lesz majd a későbbiekben. Nagyon fontos az alapszakasz besorolása végén, amikor majd a végén a keresztbe játszunk a playoffba. Én folyamatosan azt súlykolom a lányokban, hogy hazai pályán, ezt úgy kell felfogni, hogy ez a mi várunk, és ezt nem hagyjuk bevenni, legyen szó bárkiről. Mi tudunk röplabdázni, mi felkészültünk, és bárki jön ide, nekünk a legjobb játékunkkal kell előrukkolni, ezt kristálytisztán tudniuk kell a játékosoknak, nekem nyomatékosítani kell a játékosokba, hogy ez már az Extraliga, itt csak akkor vagyunk képesek mérkőzést nyerni, hogyha a mérkőzés elejétől a végéig koncentráltan és dominánsan próbálunk röplabdázni, viszont ez csak akkor történhet meg, hogyha a mérkőzés megelőző edzéseken ugyanilyen elánnal és odaadással edzenek, hiszen a mérkőzés az mindig az edzés tükre, úgy fognak játszani, ahogy edzenek, ezt napi szinten súlykolom beléjük. Én úgy gondolom, hogy szót értettünk a játékosokkal, megértették ezt a fajta filozófiát, ezért is merem kijelenteni, hogy a hétvégi mérkőzésen a lányok mindent meg fognak tenni, de ami a legfontosabb, hogy ezt mindet próbálják meg nyugodtan. Szokták mondani, hogy forró szívvel és hideg fejjel kell ezt a mérkőzést lehozni, mindenkiben borzasztó nagy lesz a bizonyítási vágy, mind a játékosokban, hozzá kell tennem mind nekem, mert ugyanúgy, ahogy a játékosok, jó magam is az Extraligából az NB1-be és az NB1-ből vissza az Extraligába fogok ugyanolyan időeltolódással visszatérni, mindenki szeretne bizonyítani, de ez nem válhat görcsössé senkibe se.
Nébet Szabosnak köszönöm szépen. Egri Klaudiához, a DVTK Angropak csapatkapitányához fordulnék. Egy nagyon intenzív 11 hét van mögöttetek, ahogy a Szabinál is említettem már. Mennyire vagy személy szerint most fáradt, illetve ez volt-e karriered legnehezebb felkészülése? Jó reggelt kívánok, én is üdvözlök mindenkit. Igen, egy hosszú felkészülésen vagyunk túl a lányokkal. Jelen állapotban nem vagyok fáradt, készülünk a rajtra, a vasárnapi mérkőzésre. Hogyha két részre szeretném szedni a felkészülésünket, akkor az első felében inkább a technikai, a labdával való kontaktusra fókuszáltunk, illetve kondicionálisan az erőnket fejlesztettük. A másik részében pedig már a csapatozásra és a gyorsaságot fejlesztettük, gyorsaságos feladatokat hoztunk be a pályára. A holt szezonban téged választottak a csapatkapitányának. Megtaláltad már a karmesteri pálcát az öltözőben, érzed már ennek a feladatnak a súlyát? Ha még a karmesteri pálcát teljesen nem, hiszen ez egy hosszú folyamat, amiben bele kell tanulni az embernek. Ez egy olyan pozíció, ahol számtalan feladat elé állít az élet, és azt kell akkor kezelni. Én hiszem azt, hogy a lányoknak elnyertem a bizalmát, és ezáltal gördülékenyebben megy a munka a pályán is, és mindenképp még tanulom a pozíciómat, de lelkesen és stresszmentesen oldom meg a feladatokat. Szabolcs már most is említette ezt a törhetetlen egységet, és a felkészülés folyamán is többször is elhangzott. Te az öltözőn belül, mint játékos, hogy érzed, hogy áll ez a csapat kohézió? A lányokkal körülbelül 3-2 év van közöttünk korban, ezáltal közel érezzük egymást, illetve számtalan csapatprogramon vettünk részt a lányokkal, ahol minél jobban megismertük egymást, és ezáltal ezek a csapatprogramok által könnyebben dolgozunk a pályán is, és ugye az öltözőben is nagyon jó a hangulat. A lányokkal lelkesek vagyunk, és várjuk a vasárnapi mérkőzésünket. Többször említettük azt is, hogy fiatal csapat. Mi lehet ennek a fiatal csapatnak szerinted az igazi erőssége, az igazi különlegessége? A lányokkal nagyon energikusak vagyunk a pályán is, és azon kívül is a csapatprogramoknál is. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy az energikusságunk, a csapatszellemünk és az egymásra való támaszkodás, feltétlen bizalom lesz a mi erősségünk, illetve nem hagyhatom ki a szurkolóinkat is, akik minden mérkőzésen hangos szavaikkal, bátorító szavaikkal és szurkolásukkal támogatnak minket. Köszönöm szépen, és mielőtt a sajtómunkatársának kérdéseihez lépnénk, visszatérnénk Szabó Évához és majd még a másik két résztvevőhöz is. Folyosói pletykák alapján ez lesz minden idők legerősebb női extraliga bajnoksága. Érintettétek már mindannyian válaszaitokba szegről végre ezt a kérdést, de mégis hol van a helye a DVTK-nak ebben az extraligában? Igen, úgy tűnik, és valóban a beharangozás szerint ez lesz minden idők egyik legnehezebb extraligás összecsapása. Nagyon sok csapat szeretne az első, hát nagyon sok a nyolcból, én úgy tudom, hogy legalább hatan szeretnének az első négy csapat között szerepelni. Nekünk kifejezetten az a célunk, hogy a középmezőnyben végezzünk, tehát mindent megteszünk azért, hogy ne a kiesésért játszunk a rájátszásba a legvégén. Természetesen mondani sok mindent lehet, ez majd akkor fog eldőlni, amikor a legvégsőkig küzdünk, és mindenki megmutatja azt, hogy mire lesz képes. Szabolcs, te mit gondolsz erről? Abszolút igaz, tehát, hogy szokták mondani, minden pletykának a fele igaz, ennél kicsit többről van most szó. Tényleg nagyon megerősödött az extraliga bajnokság, főleg így, hogy 8 csapatos bajnokságról beszélünk, tényleg minden 8 csapat sikerült minden 8 csapatnál sikerült olyan keretet kialakítani, ami abszolút arra enged következtetni, hogy tényleg lesz sok borst törve a nagyobb csapatok orra alá, az eddig megszokott nagyobb csapatok orra alá, szerintem ez most egy kicsit meg fog bomlani, és egy kicsit olyan vegyes lesz, tehát nem lesz annyira egyértelmű a bajnoki alapszakasz. Én direkt kértem saját magunk részéről a vezetőséget, hogy nekem célkitűzésként semmiképp se fogalmazzák meg, én ezt egyszer sem szeretném hallani, hogy a bennmaradás a cél, bennmaradásért nem lehet küzdeni, akkor viszont, hogyha ez a cél, akkor nem szabadott volna feljutnunk, tehát akkor nem szabadott volna tavaly azokat a célokat megfogalmazni, hogy jussunk föl. Följutottunk, természetes módon
és ezért mondom, hogy nem lehet elvárás a bennmaradás. Természetes módon ennek a csapatnak benn kell maradnia, ezért mi mindent meg fogunk tenni, ez az első lépés. Viszont ahogy én már említettem, minden mérkőzésen, hazai pályán abszolút, minden mérkőzésen úgy fogunk felmenni, hogy szeretnénk megnyerni a mérkőzést. És hogyha az egy hatodik, ötödik, negyedik, harmadik helyben mutatkozik meg, én már több interjúmban elmondtam, itt mi minden nap azért jövünk le edzeni, hogy a DVTK játékosainak és a klub egyszer bajnoki címet ünnepeljen. Nem rohanunk, van időnk. A tény, hogy minden nap ezért dolgozunk, és hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt majd meglátjuk. Rajtunk nem fog múlni, mi minden nap megteszünk mindent, ehhez értelem szerint a játékosoknak, klubnak, nekem vezetőedzőnek tovább kell fejlődni, és amikor tényleg arra vagyunk hivatottak, akkor el fogjuk azt érni. Én azt mondom, hogy a középmezőnyt meg lehet célozni, de most jelen pillanatban azt az elvárást tűzzük ki magunk elé, hogy minden egyes mérkőzésen jobb és jobb játék, tartósabb és tartósabban jó játékkal tudjunk előrukkolni. Claudia, te, mint kapitány, milyen célt jelölsz ki a csapat elé? Azt elárulhatom, mint frissen feljutó extraligás csapat, egyik csapatnak se fogjuk megkönnyíteni az élvonalbeli játékát, mint DVTK, Angropak, röplabda, klub, de a lányokkal mindent meg fogunk tenni azért, hogy harcosan és a legjobb eredményt érjük el közösen. A megszólalóknak nagyon szépen köszönöm, és a sajtómunkatársaihoz fordulnék, hogy van-e kérdés. Sziasztok, jó reggelt, köszöntök mindenkit. Szabi, néhány mondatban légiósokat, de tényleg csak egy-két mondatban, ha lehet, akkor litániákat mondasz, valók, mutasd már be őket, kik ők és milyen posztra érkeztek. Mária Skoric négyesítő pozícióba érkezett, őről azt kell tudni, hogy már többször említettük, hogy fiatal a csapat, ő se tartozik a nagy öregek közé, hiszen 23 éves, viszont ennél nagyobb tapasztalattal, nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hiszen már elég erős román bajnokságban, francia első osztályban megfordult, többek között azt hiszem 3 éve Balatonfüreden is játszott. Akkor pont ugye az edzőváltás után ők sikerült, hogy bennmaradjanak, tehát nekik ott is letette a névjegyét, tehát sikerült neki a magyar bajnokságban is, de hát azóta eltelt pár év és megerősödött tapasztalatot szerzett. Tőle mindenféleképpen azt várjuk, hogy ez egyik húzó embere legyen a társaságnak. Matildur Einarsdóttir, ő az izlandi feladónk. Ő alapjába véve, amikor elemeztük a játékát és megfogalmazódott bennünk, hogy idehozzuk, akkor ő a jó irányító készségéről volt híres, és ezért is lett idehozva. Én úgy gondolom, hogy a felkészülés során fokozatosan érezte meg a játékosokat, és ma már elvárható tőle az a karmesteri viselkedés, és az, hogy azt a pálcát azt megérdemelte, azt abszolút nyugodt szívvel bízzuk rá. Angela Jovanovic, egy 21 éves feladó átló, aki tényleg azért lett idehozva, hogy a csapat egyik pontgyárosa legyen. Tehát abszolút ő is azok a külföldi játékosok közé tartozik. Nekem ez elvem, hogyha külföldi játékos érkezik a csapatba, akkor ők tudják a különbséget jelenteni egy ponton. Tehát azért külföldi játékos nem igazolunk, mert éppen nincsen magyar, hogyha ide külföldi jön, az okkal jön. Őnála is fontos hangsúlyozni, hogy a felkészülés végére találta meg azt a formát, ami nyugodt szívvel enged majd a pályára küldeni az első mérkőzésen. Nála is nagyon fontos, hogy ezt a formát, ezt tartossá tudjuk tenni. Vita Orlic center posztra érkezett. Ő, neki ez az első idegen légiós, bocsánat, Angelának is ez az első idegen légiós éve. Vitának is ez az első idegen légiós éve, nála egy kicsit lassabban megy a beilleszkedés. Dolgozunk és megpróbáljuk a lehető leghamarabb formába hozni. Évától szeretném kérdezni, hogy nem is tudom, mikor volt először extraligás a DVTK. Nem tudom, pár évben. 2020-21. Igen, köszi. Hogy mennyire sikerült ezt az egész klubot, úgymond a röplabda, női röplabda berkekben elfogadtatni, akár ugye a szövetségben, akár ugye a többi klubokkal, ugye egy újabb rivális nőtt ki 3 évvel ezelőtt akkor ezek szerint.
Igen, hát a Röplabda Szövetségben is nagyon sok, a főtitkár úr is, aki jelenleg már most más pozíciót tölt be, de nagyon sok ismerettségem van, hiszen a testnevelési egyetemen tanítottam és dolgoztam, a Röplabda Szövetségben dolgozó kollégákkal akkor is már kollegális viszonyban voltam, tehát azért ez egy hosszabb múltra nyúlik vissza. Nagyon örültek annak, hogy a DVTK és a miskolci csapatok közül van egy olyan erős klub, aki felvállalja azt, hogy megpróbál NB1-es és akár extraligás csapatot is kiállítani a mezőnyben, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy egy extraligás csapatnak nem csak a szakmai háttér fontos, hanem itt a költségvetés és a pénz nagyon dominál egy extraligás csapat indulásánál, és ezért is hangsúlyoztam azt, hogy a DVTK, mint regionális sportegyesület, úgy gondolom, hogy minden évben sikerül biztosítani azt, hogy el tudjunk indulni azokban a bajnokságokban, amelyre éppen szakmailag felkészültek vagyunk. Nagyon nehéz azért összehasonlítani magunkat egy Vasassal, vagy akár egy Békés Csabával, ahol már 30 éve van mondjuk röplabda szakosztály, de természetesen a szakmai elhivatottságunkat és a versenyszellemünket bizonyítja az, hogy 5 éven belül igyekszünk minél színvonalasabban helytállni egy olyan bajnokságba, ahol a többiek már több 10 éve szerepelnek, és mindent megteszünk azért, hogy ez így is maradjon nálunk is. Ha nincs más kérdés, akkor köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett a sajtótájékoztatónkon, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit vasárnap este 7 órakor a DVTK arénában a DVTK Honrukó Szent Benedek Röplabda Akadémia női extraliga mérkőzésen.